Mekkora sokkot okozott az orosz hadvezetésnek és Putyinnak Prigozsin szombati puccs kísérlete? Mennyire rombolta az elnök népszerűségét és a rendszer stabilitását? Hogyan lehetőség ez most Ukrajnának? Mire kell figyelni Oroszországban és azon kívül is a Wagner szombati fegyveres lázadása után? Jó estét kívánok, Orosz Györgyi vagyok, ez pedig itt a rendkívüli szalon negyedik része. Vendégünk Rácz András, Oroszország szakértő, akivel mindjárt beszélgetünk Putyin erejéről, lehetséges jövőjéről, az orosz hadvezetésről, a végkezdetéről, vagy arról, hogy ez miért nem a végkezdete, a magánhadsereg jövőjéről, az orosz emberek apátiájáról és aktivizálhatóságáról, Oroszország jövőjéről, Lukasenko szerepéről, Fehér Oroszország lehetőségeiről, Kína és India reakciójáról, a nyugati politikai elit szerepéről, Ukrajna lehetőségéről és a puccskísérlet háborúra gyakorolt hatásáról, és persze Prigozsinról is, akinek a nevét biztosan megtanulták azok is, akik mostanra nem akartak a háborúval foglalkozni. És arról is beszélünk, hogy miért nem állt ellen az orosz hadsereg Rosztov elfoglalásakor. Hogyan juthatott akadály nélkül több mint 800 kilométert megtéve Moszkváig Prigozsin. Meg arról is beszélgetünk, hogy milyen következtetéseket szabad levonni abból, ahogy a rosztovi lakosok fogadták a hatalmat vértelenül átvevő Wagner vezért, és ahogyan este búcsúztatták azt a vezetőt, akik kalapáccsal végezte ki a dezertáló katonákat az ukrán háborúban. Mindez azért tesszük, hogy ti, önök, akik itt vagytok, előre gondolkodhassatok, és a történéseket elemezve, de a jövőre fókuszálva jobb döntéseket hozhassatok. És hogy jobban értsük, hogy milyen világrendre van esélyünk. Szia András, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Sziasztok, én köszönöm a meghívást. Rengeteg kérdés van, meg rengeteg terület, amiről jó lenne beszélni. Oké, neked, ha kezdjük az orosz haderővel. Egyfelől azzal, hogy lehet-e már azt tudni, hogy kinek a támogatására számított Prigozsin Moszkvában és a Moszkváig vezető úton, és hogy ebből mi jött be neki, azt részben talán látszott is, és mi az, ami nem jött be neki? Tudunk-e már erről többet? Biztos, hogy elég keveset tudunk. Tehát még ez az a fázis puccskísérlet vagy zendülés kísérlet után, ahol egyre több és több információ bukkan a felszínre, ilyen jellemzően 2-3 hét után áll össze a kép elfogadható pontossággal, ugye még 2-3 hét nem telt el. Ugye amit lehet sejteni, ugye Prigozsin őrült, tehát ténylegesen egy pszichopata erőszakos bűnöző, de nem bolond. Tehát, hogy nem kezdett volna bele egy ilyen akcióba, ha nincsenek olyan információi, hogy számíthat az elit meghatározó részének támogatására, és vagy a fegyveres erők valamekkora részének támogatására. Tehát épeszű embernek nem jut eszébe néhány ezer emberrel megindulni Moszkva ellen, pláne úgy, hogy 1000 kilométerre van Moszkvát ugye a kiindulási pillanatban. Tehát azt tűnik valószínűleg, hogy Prigozsin arra számíthatott, olyan információkat kaphatott, hogy kitől arra majd talán többet fogunk tudni, hogy lesz mögötte tömegtámogatás, hogyha ő megindul. Az elit soraiban támogatás. Hogy honnan jöhetett ez az információ, erre van egy támpont, ugye nagyon-nagyon korán, péntek éjjel vagy szombat hajnalban, Szergej Szuravikin tábornok, aki ugye ősszel az ukrajnai hadműveletek első számú parancsnoka volt, január óta második számú, tehát Gerasimov közvetlen alrendeltségében, Szuravikin, aki nagyon-nagyon régóta volt Prigozsin közvetlen szövetségese, Szuravikin egy videó üzenetben elhatárolódott Prigozsintól, és felszólította, hogy ezt azonnal hagyja abba, tegye le a fegyvert, és ne csináljon őrültséget. Tette ezt azelőtt, hogy bárki más az orosz elitből megszólalt volna. Tehát kicsit olyan a helyzet, mintha Szuravikin önként vagy kevésbé önként, de már nagyon korán sejtette volna, hogy mi lesz, és nagyon korán elhatárolódott tőle. Tehát valószínű, hogy Szuravikinnek voltak információi, és önként vagy kevésbé önként, de próbálta még a legutolsó pillanatban menteni legalább a saját bőrét. Az fontos, hogy önként tette, vagy nem önként? Nekem úgy tűnődik. Kevésbé, valójában kevésbé. Ugye itt az egyik legkevésbé érthető dolog, hogy ez egyáltalán hogyan indulhatott el. Egyszerűen hírszerzési, biztonsági, meg értékelési szempontból. Tehát ugye a Wagner csoport nagyon-nagyon szoros együttműködésben jött létre, és létezett, és működött. Ugye az Oroszországi Föderáció vezérkorának katonai hírszerzésében. A katonai hírszerzés keresztbe kosul átszőtte a Wagnert, meg feltehetően az FSB is. És egy ilyen
léptékű akcióra, amit Prigozsin végrehajtott, erre heteket kell készülni. Ez az információnak meg kellett, hogy legyen valahol az orosz nemzetbiztonsági szolgálatokban. Az, hogy ez miért nem jutott el Putyinhoz, vagy mi jutott ebből el Putyinhoz, és hogy nem sikerült ezt az egészet megelőzni, ez egyelőre még megfejthetetlen. És én arra gyanakszom egyébként, ez jelenleg inkább csak egy gyanú, hogy lehetséges, hogy Szirovikin volt az, vagy az egyik, aki beugratta Prigozsint. Mert ugye Prigozsinnek és a Védelmi Minisztériumnak nagyon régóta nagyon feszült a kapcsolat, ez nem tavaly ősszel kezdődött, ez évekkel korábban kezdődött. És Szirovikinnek, tehát kellett, hogy legyen Prigozsin környezetében valaki, akinek Prigozsin elhitte, hogy lesznek emberek, meg lesznek meghatározó elitcsoportok, akik mellé állnak. Szirovikin potenciálisan egy ilyen figura, és ez ő lehetséges szerepét erősíti, ez a nagyon korán kibocsátott videó is. Tehát ő azelőtt határolódott el, hogy még igazából lehetett volna egyáltalán látni, hogy mekkora felfordulás lesz ebből. De mondom, tehát Szirovikin szerepe az egyelőre csak egy tipp. Minden bizonyos többet fog tudni néhány napon, néhány héten belül. Mire utal az, hogyha, ahogy mondod, át volt szőve a Wagner az FSB-be, és információk kellettek, hogy legyenek, mire utal az, hogyha volt információ, és nem adták tovább, vagy elképzelhető az, hogy mégse volt meg az információ? Mondjuk ez furcsa lenne, hiszen már mi is láttuk, hogy Prigozsin kibeszél, nyilvánosan kibeszél, és nyilvánosan kritizálja hetek, hónapok óta Sojgut és Gerasimovot. Ugye a két lehetőség közül, ez a klasszikus egyik rosszabb, mint a másik esete. Tehát ha egyáltalán semmiféle információ nem volt, az tragikus hiba és nagyon súlyos működési zavar. Ha megvoltak az információk, csak nem jutottak el a döntéshozatal megfelelő szintjeire, az felveti azt, hogy vagy az értékelési mechanizmus nem jó, vagy valaki szándékosan úgy döntött a felső vezetésben, hogy nem továbbítja ezt az információt, nem tudjuk, hogy melyik a valós. Az, hogy Putyin mennyire meglepve reagált, és az orosz elit is mennyire meglepődött ezen az egészen, ez nekem azt mutatta, hogy még ha erről a készülő akcióról volt is valakinek valamiféle tudása, ez biztosan nem volt egy széles körben ismert, vagy várt dolog. Tehát ez nem, tehát én, ugye vannak ezek a narratívek, hogy ez egy ilyen álpucs, és az egészet eleve így tervezték, és Putyin így akarta, mert ő mindig mindent annyira előre eltervez, hát nem. Tehát itt nagyon-nagyon kaotikus reakciók látszottak szombat reggel és délelőtt folyamán elsősorban. Tehát én nem hiszem, hogy ez álpucs, itt azt hiszem, hogy Prigozsin ténylegesen meglepte az orosz elit igen jelentős részét. És arról lehet-e valamit tudni, hogy milyen a hangulat most az orosz hadseregben? És ez azért is fontos, mert hogy a helyzet további elemzése szempontjából talán nem mellékes, hogy hogyan gondolkodnak most a reguláris hadseregben vezetők is. Ugye erről adatunk nincsen, tehát csak ilyen áttételes információk vannak. Prigozsin egyáltalán nem volt népszerűtlen. Különösen a front katonák körében, és különösen az elmaradottabb régiókból származó katonák körében. Tehát ő egyrészt nagyon-nagyon nyíltan kritizálta a hadsereget, és kimondott olyanokat, amiket senki nem mert kimondani, aki a hadseregnek bármilyen formában, vagy a védelmi adminisztrációnak bármilyen formában része volt. Prigozsin gond nélkül kimondta, amit nagyon sokan gondolnak egyébként, hogy a vezetés ostoba, a vezetés korrupt, a vezetés ellopja a felszerelésre fegyverzetre szánt pénzeket, és egyébként sem jönnek a front közelébe. Ehhez képest Prigozsin egyébként az ilyen klasszikus orosz politikai vezetőnek, vagy felső vezetőnek a tökéletes antitézise volt. Sokat beszélt, szívesen beszélt, válaszolt a kérdésekre, és nagyon sokszor járt a fronton vagy a front közvetlen közepében. Tehát Bakhmutban is legalább kétszer volt, ami akkor egy nagyon-nagyon forró övezet volt, és ezzel együtt Prigozsin elég bátor volt az elmenjünk báig, és ráadásul az ő népszerűségéhez, vagy hát viszonylagos népszerűségéhez hozzájárult az is, hogy a Wagner csoport ugye egyébként a saját harcosai felé egy nagyon megbízható partner volt. A Wagnerben magasak voltak a fizetések, megkapták a fizetést időre, és ha valami történt az adott harcossal, akkor a családja is hiánytalanul megkapta azt a pénzt, amiről megállapodtak korábban. Tehát az, hogy Prigozsin ennyire népszerű volt, ez nyilván nem múlik el egyik napról a másikra, egyrészt. Kettő, ez a népszerűség potenciálisan magyarázhatja azt is, hogy neki lehet, hogy voltak elég részletes információi arról, hogy például Rostovban nem lesz ellenállás. És ugye az, hogy ő, mivel ennyire népszerű, ez lehetséges, hogy ezért van még most életben. Mert ugye ha most vagy, hogy 3 nappal ezelőtt esett volna neki egy magas emelet ablakán, akkor gyakorlatilag mártírra válik. És ahhoz azért elég népszerű, hogy az orosz rendszer ne akarjon belőle mártírt csinálni, még egy zendülés vagy pucskísérlet után sem.
itt rá egy hosszabb, ilyen elhúzódó végvár, lehetséges, hogy valamiféle kifakul az orosz nyilvánosságból, de itt a hétfői Putyin beszédekből, ugye több beszédet is tartott az elnök, meg a mai megnyilvánulásokból is, pontosabban a tegnapi megnyilvánulásokból, az látszik, hogy mintha az orosz hivatalos kommunikáció próbálná Prigozsint leválasztani a Wagnerről. Tehát, hogy egy éket verni Prigozsin és a saját egykori harcosai közé, tehát erodálni az ő korábban kétségtelenül a társadalom bizonyos rétegeiben meglévő népszerűségét. És mi a helyzet most a Wagnerrel? Szóval egyrészt betagozható-e az orosz reguláris haderőbe, másfelől pedig ugye van az a rész, akik elmennek, vagy elmentek már Fehér Oroszországba, vagy nem tudjuk most ez hol tart. És ez nyilván egy erős törésvonal, és hallottam, olvastam olyan hangokat is, hogy a Wagner zsoldosok, azok gyakorlatilag cserben hagyva érzik magukat Prigozsin által. Mennyire, hol erősek ezek a hangok, és erről milyen pillanatban jelenlegi információk vannak? Ugye nagyon töredékes információk vannak pillanatnyilag, és ezek nem tudjuk, hogy mennyire reprezentatívak. Tehát valójában nincs arra adatunk, hogy a Wagneresek többsége az csalódott lenne. Kijött néhány olyan hír, hogy vannak csalódott Wagneresek. De ez, hogy ezek mennyien vannak, ezek mennyire befolyásosak, parancsnokokról van ez szó, vagy egyszerűen sorkatonának, csak nem katonák, hanem harcosok, ezt nem tudjuk, hogy mennyire reprezentatív. Minden esetre valószínűleg a Moszkva felé vonuló Wagnereseknek nem lehetett könnyű megemészteni azt az utasítást, hogy miután sikeresen megtettek 800 kilométert, bármiféle érdei magyarázat nélkül Prigozsin visszafordította őket. Tehát nyilván van benne valamiféle csalódottság, annál is inkább, mert az alakulat jövője legalábbis bizonytalan. Ugye a kérdésedre válaszolva, hogy be lehet-e őket integrálni, jelenleg a Wagneres harcosok előtt alapvetően három választás áll. Az egyik opció, hogy aláírnak az orosz reguláris hadseregnek, a másik, hogy leszerelnek, ugye erre ez a Lukasenko-Prigozsin deal elvileg lehetőséget ad, hogyha leszerelnek, akkor ugye büntetlenséget élveznek, feltéve, hogy a rendszer betartja az ígéreteit, és a harmadik opció, hogy Belarusba mennek. Na most azok, akik az elsőt választják, tehát aláírnak a hadseregnek, nyilván azokat a átfogalmazom. Nagyon valószínűtlen, hogy a hadsereg egyben tartaná a Wagnert. Mert egy olyan alakulatot, ami fellázadt, és puccsot kísérelt meg, zendülést kísérelt meg, ezt egyszerűen nem biztonságos egyben tartani, túlságosan kockázatos. Ezen felül pedig a Wagnernek az a harci tapasztalat, ami meghaladja a legtöbb orosz reguláris egység harci tapasztalatát, ez a harci tapasztalat akkor hasznosul a legjobban, a Wagneresek nem egy alakulatban maradnak, hanem így szétszórják őket különféle egységekhez, ahol jobban át tudják adni a tapasztalataikat. Tehát aki Wagneresként aláír a Honvédelmi Minisztériumnak, ott feltehetően nem egy alakulatban fognak tovább szolgálni, hanem rajonként, szakaszonként, vagy egyénileg, de szétszórják őket. A Wagnert, mint nevet, mint brandet, ha úgy tetszik, minden bizonyan megtartja a Védelmi Minisztérium, mert például a toborzáshoz a Wagner még mindig nagyon vonzó. Ezért van, hogy szombaton ugye elkezdték bezárni a vidéki Wagneres toborzóirodákat, vasárnap már nyitották ki őket újra. Tehát lehet, hogy lesz egy Wagner zászlóalj, vagy hányan jelentkeznek, egy Wagner nevű tandár, de ez már nem az a Wagner lesz, amit megismertünk. Ugye onnan is látszik, hogy a rendszer nem bízik bennük, hogy elkezdték elvenni a nehéz fegyvereiket. Tehát itt szedik szét, tagolják szét a Wagnert, nagyon furcsa lenne, hogyha a hadsereg egyben tartaná őket. És ugye az, hogy mennyire lehet beintegrálni, az is kérdés, hogy kik fognak oda aláírni. Józan paraszt észre azt tűnik valószínűleg, hogy elsősorban azok a Wagneresek, akiknek katonai hátterük van. Tehát akik egykori hivatásos katonák voltak, vagy szerződéses katonák voltak, mert aki mondjuk rendőri háttérrel jön, vagy titkosszolgálati háttérrel, vagy bűnözői háttérrel, az valószínűleg nehezen illeszkedne be a közmondásosan merev orosz hadseregbe. Aki viszont eleve katona volt, és úgy lett Wagneres, annak valószínűleg könnyebb a beilleszkedése, és a rendszer szempontjából a beilleszthetősége is. Ez aztán valószínűleg definiálja azt is, hogy kik fognak Belarusba menni, azok, akik nagyon-nagyon nem érzik vonzónak az orosz hadsereget, mint perspektívát. És tegyük már szét kicsit részeire. Ugye van az a Wagner, amelyik Oroszországon belül van, és talán a legfontosabb most az, hogy az ukrán háborúban továbbra is jól teljesítsenek azok a katonák, akik majd beállnak az orosz hadseregbe, de van Oroszországon belül más magánhadsereg is. Elképzelhető-e, mivel a fronton nyilván szükség van
katonákra és haderőre. Elképzelhető, hogy más magánhadsereg is ugyanarra a sorsa jutnak, mint a Wagner, hogy szerződniük kell, ezt írják alá, hogy a Gazpromnak is van egy elég jelentős hadereje, magánhadsereg. A Gazpromnak több ilyenje is van. Jelenleg a törvény, ugye június 10-én jött ki az a jogszabály, ami ugye előírta, hogy július 1-jéig minden, hát idézéles önkéntes formációnak, mi az orosz hadsereggel együtt harcol, szerződnie kell a Védelminisztériumban. A szövegben azért önkéntes formációk szerepelnek, mert hogy önkéntes alakulatok, mert Oroszországban a katonai magánvállalatok de jure továbbra is illegálisak. Nem lehet a törvényben előírni, hogy a katonai magánvállalatok jelentkezzenek, hiszen ugye formálisan nem is létezhetnének. Ez a jogszabály, ez mindenkire vonatkozik. Jelenleg attól függ, hogy hogyan számoljuk, 30-32, nagyon elvakult becslések szerint 34 különféle katonai magánvállalat létezik Oroszországban, ezeknek mind alá kell majd írniuk a Védelminisztérium, hogyha eddig nem tették meg. Ebben nem lesz változás, ebben nem lesz kivétel. Sőt, itt a puccs tanulságai alapján a rendszer feltétlenül arra következtetése fog jutni, hogy nem szabad még egyszer hagyni, hogy bármelyik másik katonai magánvállalat, vagy hogy tetszik magánhadsereg, ennyire megerősödhessen. Tehát nem fogják hagyni, hogy ennyire magasra nyújtsa a fejét, ennyi fegyver legyen, ilyen létszámú legyen. Szóval én azt tartom valószínűleg, hogy nyilván továbbra is működhetnek majd ezek a katonai magánvállalatok, alárendelve a minisztériumnak, de mindig is kisebbek lesznek, mint a Wagner volt, és gyengébben felszereltek, pont azért, hogy ilyen puccshez ne ismétlődhessen meg. Van-e, kell-e figyelni azokra az afrikai országokra, ahol a Wagner jelen van is, mondjuk például Máliban konkrétan a biztonsági szolgáltatót nyújtja? Jelenleg az tűnik valószínűnek, ugye hétfőn Szergej Lavrov orosz külügyminiszter már név szerint is említette, hogy Maliban és a Közép-Afrikai Köztársaságban folytatódik majd a Wagner jelenléte. Lavrov ennyit mondott, a Wagnert nem mondta ki, bocsánat, azt mondta, hogy folytatódik majd az orosz jelenlét. De azt, hogy Wagner ezt nem mondta ki. Tehát én arra számítok, hogy az orosz jelenlét, azok a csapatok, akik ott vannak, azok az egységek, akik ott vannak, ezek továbbra is ott lesznek, csak lecserélik a fejük felett a zászlót. Tehát mostantól nem feltétlenül Wagnernek fogja őket hívni, hanem valami másnak, át-alárendelik szaknyelven szólva valamelyik másik katonai magánvállalathoz, vagy a hadsereg valamelyik egységéhez. De mivel ezek eleve úgy kerülnek Maliba is, Közép-Afrikai Köztársaságba is, még számos más helyre is, hogy valójában ők ott az orosz államnak tulajdonképpen egy ilyen rejtett erőkivetítési képességeként működnek. Tehát ők ott az orosz állam érdekeit képviselik, csak nem orosz zászló alatt. Erre a képességre az orosz államnak továbbra is szüksége lesz. Úgyhogy ezek a Wagner harcosok szerintem ott fognak maradni, vagy legnagyobb részük ott marad, kapnak új vezetést, kapnak új nevet, új zászlót, de a feladatot végrehajtják továbbra is. Amit fixen tudunk, hogy Mali marad, Közép-Afrikai Köztársaság marad, ezt nem Lavrovtól tudjuk, hanem máshonnan, de Líbia is marad, és a szudáni szerepvállalás is biztosan marad. A többit majd meglátjuk. Még nyilván Szíriában is az a korlátozott jelenlét, ami megvan, ez folytatódni fog. A Wagner ilyen értelemben ugye az Európán kívüli világban Oroszország számára egy nagyon sikeres érdekérvényesítési eszköz volt. Nem hiszem, hogy erről az egész, hogy abóvó lemondana a puccs miatt. És nyilván nem is fognak. És mi a jelentősége annak, hogy Lukasenko Fehér Oroszországba hívta Prigozsint? Ugye arról szólt az ő mondás, hogy valameddig, rövid ideig, amiről nem tudjuk, hogy két nap vagy két év, mit jelent neki a rövid idő, és hogy ott milyen tudást, szóval mi történhet ott? Mi az egyik, másik, harmadik szenárió? És akkor bocsánat, hogy kérdéstorlódás lesz, de hogy egyáltalán az is izgalmas ebben, hogy Lukasenko, amikor elkezdett tárgyalni Prigozsinnal, akkor ő ezt magától tette, Putyin kérésére tette, vagy miért tette, vagy kinek a kérésére tette? Ugye az, hogy pontosan hogyan került Lukasenko képbe, ezt egyáltalán nem biztos, hogy valaha megtudjuk. Hogy Putyin kérte először, vagy például Lukasenko környezetében vetette föl valaki, hogy adott esetben ezt akár meg lehetne próbálni, vagy Putyin környezetéből jutott valakinek eszébe, hogy kérdezik, mert Lukasenkót nem érdekli a dolog. Ugye Lukasenkónak az egyik nagyon közeli bizalmasa, egy Viktor Sejman nevű, hát oligarha, hadúr, mindegy, a rendszer egyik nagyon prominens működtetője. Ugye ez a Viktor Sejman, aki Belarusnak az Európán kívüli küres biztonságpolitikáját és koordinátor nagyon sokáig, Viktor Sejmannak nagyon szoros kapcsolata volt Prigozsinnal.
Tehát Sejmanon keresztül lehetséges, az, hogy Lukasenka például fel tudta hívni Prigozsint, ez lehetséges, hogy Sejmanon keresztül. Az, hogy Lukasenko ott milyen érdekeket szolgált a válság megoldásában, ugye Moszkva, amikor úgy döntöttek, hogy rendben, akkor vonjuk be a belarusz elnököt, itt egyértelműen az volt a cél, hogy úgy lehessen tárgyalni Prigozsinnal, hogy valójában nem kell tárgyalni vele. Mert ugye, ha Putyin közvetlenül beszélt volna Prigozsinnal, azzal felemeli a saját szintjét egyrészt, kettő, ha ott ígér valamit, akkor abból nehezebben tud kitáncolni, három, akkor Prigozsin trükközhet vele, négy, ha valahogy kikerülne ez a felvétel, vagy valaki beszélne erről, Prigozsin még orosz léptékkel is rettenetesen mocskosan beszél. És most, ha kijönne egy olyan felvétel, amikor valaki perceken át káromkodik, miközben a vonal másik végén az orosz elnök van, ez az orosz elnöknek sem jó. Ugye Lukasenko elmondásából tudjuk, hogy amikor ő beszélt Prigozsin, akkor pontosan ez történt. Tehát, hogy Prigozsin eleinte gyakorlatilag szentségenésen kívül nem nagyon csinált mást. Ez Putyinnak kedvezőbb, hogy ez Lukasenkóval történt. És ugye, ha Lukasenko tesz egy ígéretet, az Putyin nem kötelezi el. Az, hogy felajánlották Prigozsinnak a belarusz-beli tartózkodást, azt gondolom, hogy ez egy rövid távú, alapvetően tűzoltó célú intézkedés volt. Hozzuk őt ki Oroszországból, csökkentsük a feszültség szintjét, aztán meg majd meglátjuk, majd lesz vele valami. Itt tényleg nagyon-nagyon ziláltan reagált erre a válságra az orosz rendszer. Ebből is látszik, hogy nem hiszem, hogy itt előre le lett volna tervezve minden. És ez, hogy jó, akkor elmegy Belarusba Prigozsin, a Wagneresek legnagyobb részét leszereljük, betagoljuk, aki nem akarja, mehetnek ők is Belarusba. A lényeg, hogy forduljanak szépen vissza Moszkváról, és lehetőleg ne legyen több lövöldözés, mert már így is sokkal több kellett volna. Tehát, arról vannak információid, hogy hányan távozhattak Prigozsinnal, és hogy mekkora haderő az, mert az is érdekes talán, hogy mit képesek ott felépíteni, vagy ez érdektelen? Egyelőre úgy tudom, hogy még nem zajlott le a Wagneresek áttelepítése Belarusba. Tehát most még ugye visszavonultak. A Wagnernek a, alapvetően tehát a fő bázisa, a kiképzőközpontja, az a Krasznodari körzetben van, egy Molkino nevű településen, ez ugye egy Rostovval szomszédos megye, tehát itt Rostovból is erre a Krasznodariba, vagy Krasznodar megyei bázisra, vagy Krasznodari körzet, ugye pontosan a Krasznodarszki kraj, tehát a Krasznodari körzetben lévő bázisra vonulnak vissza. Azt meglátjuk, azt még nem tudom pontosan, hogy akik nem mindenki jött el Ukrajnából. Tehát, hogy azok a Wagner erők, amelyek ott maradtak a Luhanszki megye keleti részén, ugye megszállt Ukrajnában, azok kijöttek-e már, ha igen, akkor hová, ez most éppen zajlik. Meg a lefegyverzésük, átvilágításuk, mindenféle ilyesmi. Belarusban egyelőre még nincs hova menniük. Tehát itt a következő napokban, hetekben fogjuk azt látni, hogy ténylegesen hány Wagneres dönt, milyen karrier perspektíva mellett. Nem biztos, hogy egyébként ők biztonságban lennének Belarusban. Tehát egyrészt az, hogy Lukasenko ígér valamit, hát ez azért nem tekinthető egy betonbiztos dolognak. Ugye ez a szerencsétlen belarusz ellenzéke, Roman Pratasevics, aki kedvéért ugye a belaruszok földre kényszerítették a Ryanair gépét, és akkor Pratasevicset rábírták az együttműködésre büntetlenségét cserébe, aztán jól elítélték ennek ellenére, hogy aztán a végén megint felmentsék, tehát hogy Belarusban még annyira sincs jogbiztonság, mint Oroszországban. Tehát még az elnök szava is bármikor megváltozhat. Tehát én a Wagneresek helyében, akik nem akarnak az orosz hadseregben szolgálni, egyáltalán nem biztos, hogy készpénznek venni a belaruszok ígéreteit. Annál is inkább, mert ugye Oroszország és Belarus között van egy nagyon furcsa integráció, amit ugye szövetségi államként lehet fordítani magyarra. Ez egy tényleg egyedülálló kormányközi szervezet, két ország van benne. Vannak területei, amik nem nagyon működnek, de a belügyi együttműködés, nemzetbiztonsági szolgálati együttműködés nem a speciál tökéletes. Tehát ha valakit az FSB, az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat el akar kapni, az el fog kapni Belarusban is. Ugye számos orosz ellenzéki járt így, hogy Oroszországból még el tudott menni, Belarusig még eljutott, és aztán a belaruszok letartóztatták, és gond nekik kiadták az FSB-nek. Tehát ilyen szempontból egyáltalán nem olyan biztonságos menedék Belarus, mint ami ennek a Lukasenko ígéretek alapján tűnhet, mert ez egy ilyen pillanatnyi ígéret, csak semmit. Lukasenko ezzel erősödött jelentősen, illetve hogy az egy kérdés még, hogy ezzel a lépésével szorosabbra fűzi a szálakat, vagy van egy adó a kezében, amivel függetlenedhet, vagy akar-e egyáltalán? Függetlenedni már nem tud, tehát annál az orosz nyomás sokkal erősebb rajta, de ennek a történetnek, ha van győztese, az Lukasenko. Tehát magasabbra tudta magát pozícionálni, mint korábban, nagyon nagy szolgálatot tett Putyinnak, meg az orosz elit jelentős részének is.
tehát ez politikailag egy komoly adó. Éppen most kapta meg az orosz atomfegyvereket, és nagyon, ugye, hétfő este nem csak Putyin beszéd volt, hanem Lukasenko beszéd is. Borzasztó érdekes dolgot mondott, mert azt mondta, hogy most erősödött az ország biztonsága, bárki akarna minket megtámadni, most már atomfegyverünk van. Úgy beszélt az atomfegyverekre, mintha az a sajátja lenne. Miközben nem, tehát hogy ezeket a fegyvereket az orosz haderő nem adja ki a kezéből, tehát csak a telepítés, az állomásosztatás helye Belarus. Nincsen belarusz irányítása alatt ezek az eszközök. De Lukasenko mégiscsak így beszél erről. És most azt, hogy segített megoldani ezt a válságot, ezzel egy látványos komoly szolgálatot tett Putyinnak, tehát ilyen tekintetben erősödött. És ha jelentősebb számú Wagneres választana mégis a belarusz opciót, és így vannak hírek el, hogy egy egészen nagy méretű tábort építenek a Wagnereseknek, 8000 főről szólnak a hírek, az egy nagyon nagy létesítmény. Ha tényleg ezek sokan mennének Belarusba, az például a belarusz hadsereg nagyon-nagyon alacsony harcértékét igen jelentősen növelni. A belarusz hadsereg Európa legtapasztalatlanabb hadereje, nem már beszéltünk korábban. Tehát ezek soha nem harcoltak, soha nem voltak külföldi misszióban, leszámítva egy pár napos kazaksztáni bevetést 22. januárjában, semmiféle harci tapasztalatok nincsen. Ha oda menne néhány száz, vagy Lukasenko szempontjából jobb esetben néhány ezer Wagneres, akik között vannak, akik szó szerint egy évtizede folyamatosan harcolnak a világ különböző frontjain, ha ezeket kiképzőként tudná használni a belarusz hadsereg, vagy valamiféle elit alakulatot szervezne belőlük, azzal igen jelentősen erősödne a belarusz haderő általános érték. Ezzel együtt nem lesznek azon a szinten, hogy a siker esélyével támadhassák meg Ukrajnát. Viszont új helyzetet, meg új viselkedést teremthet ezzel az egész helyzetben. Tehát közép és hosszú távon ez nagyon jót is tehet a belarusz hadseregnek. Ugye lengyel meg litván oldalon vannak olyan aggodalmak, hogy ha ez az egész cirkusz csak arra szolgált, hogy itt a pucs fedése alatt jelentősebb számú Wagneres lehessen telepíteni Belarusba, akik aztán mondjuk Litvánia vagy Lengyelország ellen hajtanának végre diverzás műveleteket. Van egy ilyen nagyon paranoid értelmezés. Ugye amióta volt a 2020-as mesterséges migrációs válság, amikor ugye Belarus szándékosan migránsokat szállított ugye a kisebb részben, a litván nagyobb részben a lengyel határa, és megpróbált áttolni őket, azóta mind Varsó, mind Vilnius rettenetesen megerősítette ezt a határt. Tehát ami korábban fizikai értelemben átjárható volt a belarusz-litván és belarusz-lengyel határ, ez most arra kerítés van, nagyon komoly járőrözés, óriási erők, kamerák, minden ilyesmi. Tehát most próbálni Belarusból diverzás tevékenységet folytatni Litvánia vagy pláne Lengyelország ellen, az gyakorlatilag esélytelen. De ezzel együtt ezek a paranoid narratívák, ezek jelen vannak a lengyel meg a litván diskurzusban. Én nem hiszem, hogy ez erről szólna ez a Wagner telepítés. Ez rövid távon egy tűzoltó intézkedés, és hát majd meglátjuk, hogy a belarusz rendszer mit tud kihozni belőle. Végső esetben, ha nagyon megromlana az orosz-belarusz viszony, mert azért erre voltak példák, lehetséges, hogy a Wagneresek, azok a Wagneresek, akik inkább Belaruszt választják Oroszország helyett, lehetséges, hogy Lukasenko rájuk számíthatna adott esetben Moszkvával szemben is. Tehát ebből a történetből Belarusz kifejezetten meg, vagy Belarusz vezetés kifejezetten megerősödve jön ki. Erre voltam kíváncsi, azt hiszem. Térjünk át egy kicsit az orosz lakosságra. Az, ahogyan Rosztovban reagáltak emberek, ugyan egy nem maroknyi ember, az nem azért annál több volt, de hogy mekkora, vagy milyen mértékű következtetést lehet levonni abból, ahogyan akkor reagáltak. Ugye örültek egy olyan embernek, aki börtöntöltelék, és persze sokakra mondhatjuk még, hogy börtöntöltelék, de valóban ült is börtönben. Olyan arra az emberre, aki tényleg kalapáccsal vereti agyon a diverzánsokat, és ott mégis örültek neki, örömködtek. Milyen következtetést lehet levonni ebből a jelenségből, illetve hogy azóta eltelt pár napban van-e arról információt, hogy hogyan reagálnak az emberek, kiállnak-e Putyin mellett, vagy kiállnak-e valahogyan Prigozsin mellett, mernek-e, vagy mi zajlik? Ugye itt óvatosan kell értékelni azt, amit Rosztovból láttunk. Tehát Rosztov azért egy elég nagy város, tehát 1,1 millió, vagy valahogy így. És ugye a központban készültek felvétek, hogy ott voltak a Wagner erők. Amiről vizuális anyagunk van, az az, hogy néhány száz ember kétségtelen őrült nekik. De az, hogy a rosztovi lakosság egész ehhez hogyan viszonyult, ezt valójában nem tudjuk. Tehát itt fontos nem beleesni a hamis általánosítás csapdájába.
elég furcsa gondolat, hogy egy városi lakosság örülne annak, hogy a hadserege ellen valamiféle más harckocsik vonulnak föl, és a főutcán masíroznak föl a Light teljes napon keresztül. És bármely udvariasan viselkedtek is a wagneresek, azért ezzel együtt is arról volt szó, hogy nem állami fegyveresekkel ítették hatalmukba a várost. Épeszi polgár ennek különösebben nem örül. Tehát lehet, hogy Brahiból csinál egy selfit a harckocsival, de ezzel együtt nem, tehát valószínűleg azért van a gyomrában egy szép nagy gombóc, hogy most akkor ebből mi lesz. Tehát nem hiszem, hogy van az a lokálpatrióta rosztovi, vagy éppenséggé varonyozsi, vagy moszkvai, vagy bármilyen más lakos, aki örömmel látná szétlövetve a saját városát. Tehát itt azért az, hogy néhány száz ember örült a wagnereseknek, ugye volt egyébként egy Wagner ellenes megmozdulás is, tehát még szét is kellett választani a pró meg ellene tüntetőket. Tehát nem volt olyan egyöntetű ez a támogatottság. Amiben egyöntetű volt a rosztovi lakosság véleménye, az, hogy mindenki szitta a rendőrséget. Mert a rendőrség az szublimált. Az nyom nélkül tűnt el. Tehát itt az egyébként az ellenzékiek, meg diákok, meg hasonlók vegzálásában nagyon jó teljesítő orosz rendőrség, és a hírhedetten korrupt orosz közlekedési rendőrség nyomuk nem volt. Tehát tehát péntek estétől szombat estéig tényleg egyszerűen nem látszottak, valószínűleg rettegve ültek a laktanyáikban, és már amikor megvolt a díl, hogy kivonul a Wagner csoport, akkor jelentek meg a rendőrök, és szépen elegánsan szirénázva felvezették a Wagner páncélosok kivonulását. De hogy nyomuk nem volt. Tehát itt a rendőrség is nagyon bukott ezen a történeten, és a rosztovi tüntetésekből ez, vagy megmozdulásukból, ami képes hanganyag van, mindenki kritikus a rendőrséggel szemben. Tehát, hogy ezt Kolokolce belügyminiszter nem tudta igazán jól lehozni. Az, hogy azóta mi a helyzet, nyilván lesz erre a butott közvéleménykutatási adat, nyilván meg fogja kérdezni a rosztoviakat, lehet, hogy már napokban, de fix, vagy friss felmérés arról, hogy a lakosság hogyan viszonyult ehhez az egészhez, ilyen egyelőre még nincsen. És az ország más területeiről hallani, vagy lehet tudni bármilyen reakciót? Az orosz diskurzus, az internetes diskurzus, de mindenhonnan ez a történet folyt. Tehát hiába próbálják egyes szereplők ezt így kisebbíteni a jelentőséget, hogy nem is történt semmi, nem, tényleg címlapsztori, mindenki erről beszélt. Tehát ez átütötte a közöny falát, olyan értelemben, hogy beszéltek róla, meg foglalkoznak vele, meg fognak is még. Ugyanakkor nagyon sokat elárul az olasz társadalom állapotáról az is, hogy gyakorlatilag senki nem állt a Prigozsin mellé. Tehát ugye lehetséges, hogy az volt a Moszkva ellen vonulás terve, hogy ahogy haladnak ugye észak felé, ugye az M4-es autópályán, ugye a Doni autópályán, majd akkor mögéjük állnak a helyi katonai erők, a helyi rendőri erők, a lakosság, elitek, kormányzók, ilyesmik, semmi ilyesmi nem volt. És az sem volt, hogy 800 kilométeren keresztül, hogy bárki ellenállt volna, és elé állt volna, és vagy bármilyen egyszerű dolgot tett volna, amit ennek van-e jelentősége, vagy hogyan van jelentősége, úgy tűnik. Ez nem teljesen igaz, hogy nem volt ellenállás. Az orosz légierő többször is támadta a Wagner konvojait. A Wagner ugye jelen ismereteink szerint 6 helikopter biztosan lelőtt, ebből 5 gép megsemmisült, egy megrongálódott, és ugye lelőtt egy nagyon értékes repülőgépet is. Ugye egy Irius 22M mobil vezetési pontot. Igen. És Voronyezsnél is voltak harcok. Tehát ott tüzérséget is bevetett valaki, meg lövöldözés is volt, de ugye pontosan mi történt, erre még nincs információ. Minden esetre, amit a visszafordítási üzenetében Prigozsin mondott, hogy tartózkodtunk bármiféle vérontástól, mi nem mondjuk olasz testvéreink vérét, mert ez biztosan hazugság volt. Tehát voltak kísérletek, hogy megállítsák őket szárazföldi erőkkel és légierővel is, de ezek a kísérletek elég határozatlanok voltak. Ugye nehéz a helyzet, mert polgári járműveket is használt a Wagner csoport. Azon a szakaszon nem volt lezárva az autópálya, ott konkrétan bevegyültek a civil járművek közé. Tehát ott, hogyha mondjuk tényleg pusztító tüzérőt használsz ellenük, támadó helikoptereket vagy ilyesmiket, akkor ott nagyon sok civil halott lesz. Ezt lehet úgy dönteni, hogy valaki bevállalja, de ez a döntés láthatóan nem született meg. Tehát fluktuált az, hogy mennyire intenzíven támadja őket az orosz légierő, több támadás is volt a nap folyamán, de úgy tűnik, hogy nem volt egyértelmű utasítás arra, hogy már pedig bármi áron semmisítsetek, vagy állítsátok meg őket. Van arra felvétel, hogy Rosztovban délután már mindvégig, az nap folyamán végig drónok voltak minden olyan terület fölött, amit a Wagner ellenőrzött,
tehát addigra elkezdett működni az orosz rendszer, és akkor elkezdte megfigyelni, hogy mit csinál a Wagner. Az autópályánál is használtak drónokat. A két a lelőtt helikopterek közül legalább kettő, pontosabban kettő az elektronikai zavaró helikopter volt. Tehát lehetséges, hogy az volt a terv, hogy egyszerűen megbénítek a Wagner konvoj kommunikációt a zavarással, csak ugye a Wagner-sök ezt nem így gondolták, és volt légvédelmi fegyverük, hogy ezt a nem így gondolt érvényesítsék is. De nem volt egy határozott szándék, hogy tényleg állítsák meg őket. Nem jutottak volna egyébként Moszkváig, ez fontos tudatosítani. Tehát egy autópályán vonuló konvojt, egy autópályán nem lehet elszaladni. Tehát ha a lehajtókkal valami történik, akkor se előre, se hátra nem tudsz lemenni a pályáról. Kora délutára jutott el oda az orosz vezetés, hogy meghatározzák, hogy hol van az a pont, ahol biztosan meg lehet állítani a konvojt, anélkül, hogy túl nagy mészárlást kelljen rendezni. Ez ugye az Oka folyónak a hídjai. És ugye ez Moszkvától még nagyjából 200 kilométerre van délre, és akkor ott elkezdték szétszedni. Volt híd, amit szétszedtek, vagy lebontottak, volt, ahol keresztbe felásták az autópályát. Mert látszott, hogy ott az Oka folyónál, és a folyónak egy északi oldalra elkezdték felvonultatni katonai alakulatokat, ideértve a Tulában állomásozó 106. tényleg elit egyőennyős hadosztályt is. Tehát ha a Wagner valahogy átverekszi magát a lebontott hidakon, utána ott már harc lett volna. De nagyon sok időbe tellett, hogy érdemi intézkedéseket tegyen az orosz hatalom, megállítsa ezt a konvojt. Tényleg, tehát annyi nem történt, hogy ahogy a közlekedési rendőrök szokták a száguldozókat megállítani ezzel a fém lánccal, vagy fém tüskékkel, mint a szétszedi az autó gumiát, még tüskéket se szóltak eléjük. Igen, ez volt egy bátortalan ilyen blokkáv, útakadály kísérlet még Rostovtól délre, vagy Voronyestől délre, pár homokkal megrakott teherautót odaállítottak, de ezt a Wagner-sök letolták az útból. De itt nem, láthatóan nem volt arra, képesség biztos, hogy lett volna, de döntés és szándék arra, hogy már pedig ezt akkor meg kell csinálni, kerül, amibe kerül, ez a döntés, ez nem tudott megszületni. Mindezeket azért kérdeztem meg eddig tőled, mert a lényeg talán az, hogy mi lesz most. Pontosabban, hogy Putyin számára ez a végkezdete, vagy nem? És hogy kutatóként erről azóta mit tudsz, elemzőként erről mit gondolsz, hogyan, milyen szcenáriók lehetnek most, és mi a valószínű? Itt amiért ezzel foglalkozni kell, az, hogy Oroszországban jövő márciusban elnökválasztás lesz. És péntek előtt, múlt csütörtökig, az volt a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy Putyin elindul, és Putyin nyer. Tehát, hogy a lakosság nyilván nem demokratikus, hanem kellően, tehát jó orosz kifejezéssel, kontrollált formában megválasztja majd. Továbbra is ezt a verziót gondolom egyébként a legvalószínűbbnek, de ez a valószínűség már alacsonyabb, mint csütörtökön volt. De milyen opciók vannak? Ugye most azt a lehetőséget, hogy mondjuk a biológia közbeszól, és valami történik Putyinnal, ezt tegyük félre, tehát tételezzük föl, hogy menetrend szerint, terv szerint fog lezajlani az elnökválasztás. Én a legvalószínűbbnek azt érzem, hogy Putyin elindul és nyer, nyilván. Mire alapozod ezt azzal együtt? Azt, hogy itt nem lesz demokratikus választás. Tehát ha az elnök úgy dönt, és az elitek elfogadják, hogy Putyin újra induljon, akkor Putyin újra fog indulni és nyerni fog, mert az egész rendszer úgy van felépítve, hogy aki hatalom képviseletében indul, az nyerjen. Tehát itt nincs demokratikus verseny, semmiféle. Az ellenzék mostanában meg semmi sem. Kérdés inkább az, hogy az elit, és erre, talán erre vonatkozni inkább az én kérdésem is, hogy az elit a te tudásod szerint és tudomásod szerint mögötte áll-e, vagy megfelelő számban mögötte állnak-e, és meg tudja-e, stabilizálni tudja az erejét, amiből azért most veszítette, hogy a Timothy Snyder történész fogalmazott a minap, hogy itt tulajdonképpen ő is megalázva van, vagy megalázott, a Prigozsin is megalázott, és az egész orosz nép is megalázott azzal, ahogyan megalázódott, azzal, ahogyan ez történt. Igen, tehát ez egyértelmű gyengülés. Az, hogy itt nyílt törésre kerülne a sor, hogy bárki mondjuk az elitből felszólalna Putyin ellen, ilyet egyelőre nem látunk, ez a színfalak mögött fog lezajlani a következő hetekben, hónapokban. Ugye általában az orosz elnök mindig márciusban van. És jellemzően az előző év kora őszén már, úgymond, ha nem is bejelentik, de így szokták jelezni, hogy ki az esélyes jelölt. Úgyhogy nagyon sokat nem kell várni erre, hogy ez valamilyen formában kiderüljön. Ha nem lesz ilyen felbukkoló jelölt, vagy nem lesz kijelölve valaki az úgymond szokott időben, az majd indikátor lesz annak, hogy bizonytalanság van a rendszeren belül. De ugye azon a
forgatókönyv, ugye beszéltünk a forgatókönyvekről, én legvalószínűbbnek továbbra is azt érzem, hogy Putyin elindul és megnyeri. De ha valaki a hatalom képviseletében elindul, az már nyer. Kérdés inkább az, hogy ki az, aki el fog indulni a hatalom képviseletében. A legvalószínűbbnek én azt érzem, hogy Putyin, még mindig, de ez már egy csökkent valószínűség. A második opció, hogy valamiféle kazah mintájú menedzsert átmenettel próbálkoznak. Putyin úgymond kijelöli a saját utódját, mint ahogy ugye az első két ciklus után kijelölte, hogy akkor Medvegyev lesz az utód. Tehát valamiféle menedzselt átmenet is lehetséges. Ennek ugye egy alverziója az, hogy már nem Putyin jelöli ki az utódját. Vagy valakik megmondják Putyinnak, hogy kit jelöljön ki. Az, hogy lesz-e ilyen szembefordulás, ezt most még nem látjuk. Ami valószínű reakciónak tűnik Putyin részéről, az, hogy még jobban meghúzza a csavarokat, még keményebbre veszi az elnyomást, hiszen azért az elit igen jelentős része, tehát nagyon sokan elmenekültek Moszkvából szombati nap folyamán. Tehát igen, senki nem állt Prigozsin mellé, de nagyon sokan voltak olyanok, akik nem álltak demonstratívan Putyin mellé sem. Tehát a moszkvai, tehát a legfelsőbb elitből nagyon kevés ilyen klasszikus hűségnyilatkozat hangzott ám el. A regionális elitekből, Rosztovi kormányzó, Voronyezsi kormányzó, Krasznodari kormányzó, ugye Kadirov csecsenhadúr, Lipecki kormányzó, helyi katonai parancsnok, ők egymás után tették ki hűségnyilatkozat videókat. Miniszterből, miniszterhelyettesből sokkal kevesebb ilyen. Tehát itt Putyin szempontjában lehet egy olyan következtetés a helyzetből, hogy itt az elit nem eléggé lojális, tehát akkor ezügyben valamit tenni kell. Ezt nagyon hamar látni fogjuk, hogy tényleg tudja szigorítani az elnyomást. És azt az országon belül kell tennie, vagy az Ukrajnával vívott háborúban fogja tenni, vagy hogyan? A saját elitjével az országon belül kell megküzdenie. És az ukrajnai háborút ez a pucskísérlet rövid távon egyáltalán nem érintette. Ugye egyrészt azért, mert ugye Wagner nem a fronton volt, hanem miután bevették Bakhmutot, ők kivonultak a frontvonalból, és Luhanszk megye keleti részén állomásoztak. Tehát amikor megindultak Rosztov ellen, akkor nem hiányoztak a frontról. Egyrészt kettő, amikor elfoglalták Rosztovot, és Rosztovban működik az orosz déli katonai körzet parancsnoksága, ahonnan ugye az ukrajnai műveleteket is irányítják, Wagner elfoglalta ugyanezt a parancsnokságot, de hagyta működni. Tehát ugye van ez a nagyon, nagyon szórakoztató videó, mikor ugye pont ott volt a parancsnokságon Yunus Bekjevkurov, védelminiszter helyettes, meg talán Alekszejev, páratvagyik nevét, azt mondom, hogy Alekszejev volt a katonai hírszerzés kettes számúja, és így Prigozsin leülteti őket valamilyen fából átsült ilyen előtető alá, és ilyen elég pökhendi módon beszélteti őket, vagy csicskáztatja őket, de ott is elhangzik, hogy neki nem célja az, hogy itt a frontnak kárt okozzon. Tehát Prigozsin hagyta a parancsnokságot működni, és egyébként az egész válság lement kevesebb, mint 36 óra alatt. Ennyi idő alatt egy frontvonal nem nagyon szokott összeomlani, hogyha úgy egyébként ott a frontvonal nem történik semmi. Tehát inkább közép és hosszú távon lesznek hatások. Ugye a Wagner, mint nagyon tapasztalt, nagyon jól felszerelt, ha úgy tetszik, elit egység, ez hiányozni fog. Tehát ugye, ha a Wagner kipihent, ki tudta volna magát pihenni Bakhmut után, pihennek 2-3 hónapot, újra feltöltik, és ősszel újra lehet őket harcba vetni, most ez már nem lesz. Wagner az hiányozni fog. A helikopter vesztességek az fájdalmas, nem annyira döntő. A lelőtt mobil vezetési pont az jobban fáj, de ez sem olyasmi, ami hadászati vagy hadműveleti léptékű változást idézne elő. Kellemetlen, a hadseregen belül egyébként ez kifejezetten nagy probléma. Tehát kérdezted korábban a hadsereg morájára, mit tudunk. Ugye hétfőn Putyin tartott külön egy beszélgetést azokkal a katonákkal, akiknek a bajtársai voltak a lelőtt pilóták. Hiszen ugye az orosz hadseregnek el kell magyarázni azt, hogy itt azok a Wagneresek, akik légvédelmi rakétákkal megölték a bajtársaitokat, büntetlenséget kapnak és elmehetnek. Ez azért a hadsereg etoszában nem nagyon szokott beleférni. És itt most Putyin megpróbálja megindokolni a hadsereg vezetésének, hogy de jó lesz, így fogadjátok. Ez azért egy indikátor arra nézve, hogy a Kreml úgy gondolja, hogy probléma van, mert foglalkozik vele.
Ha már Ukrajnánál is tartunk, meg az orosz haderőnél, Ukrajna számára ez a puccskísérlet, ez milyen, hogyan hoz előnyt, hogyan tudja kihasználni, ki akarja, lehet-e, ki, szóval mit hoz neki? Biztos, hogy előnyös lesz, pláne így, hogy most már biztosan tudjuk, hogy ez földindulásszerű azonnali változást nem okoz. Ugye, és azért itt fontos elmondani, hogyha szombat reggelt tekintjük kiindulási pontnak, tehát amikor már megy a Prigozsin puccs vagy Prigozsin zendülés, akkor az, ami történt, az a lehetséges legjobb forgatókönyv. Tehát ennél csak rosszabb opciók lettek volna. Tehát Prigozsin, ő tényleg egy pszichopata gyilkos, egy bűnöző. Nem népi hős, nem Robin Hood, nem Rózsa Sándor, nem Sobré Jóska. Tehát az, hogyha ez a figura be tudta volna venni Moszkvát, adott esetben mondjuk el tudja érni azt, hogy rá tudja venni Putyint, hogy váltsa le mondjuk a védelmi minisztert, a vezérkari főnököt, tehát hogy egy ennyire erőszakos, tényleg elmebeteg figura meghatározza befolyást szerezni egy atomhatalom vezetésében, az biztos, hogy nem lett volna jó. Tehát itt nagyon sokan drukkoltak annak, hogy na most hát, ha megdől a Putyin rendszer, én lennék a legboldogabb, ha véget érne a Putyin rendszer, de nem így. Tehát ha itt, ha egy ilyen kontrollálatlan, ha egy puccskísérlettel, vagy egy ilyen tényleg fegyveres felkeléssel dől meg egy atomhatalom vezetése, ez egy nagyon-nagyon instabil helyzet lett volna, ezt Ukrajna is így látja. Amiben Ukrajna profitál, egyrészt ugye a világ trójai. Tehát, hogy rengeteg ukrán vezetőt láttunk, liternyi popcornokkal, hogy akkor itt demonstratívan nézik a híreket, hogy na, egy kicsit az volt az ukránok, ugye PR-ban, kommunikációban nagyon jók. Tehát kicsit az volt az ukrán attitűd, hogy na ez a Prigozsin kontra Kreml meccs, ez az a meccs, ahol minden pofon jó helyre megy, tehát hogy nekünk csak a popcorn kell. Most már vannak arra információk, hogy a Nyugat azt kérte Ukrajnától, hogy a zendülés ide alatt ne támadjon oroszországi célpontokat. Itt, ha tartósan meggyengül az orosz vezetés, vagy az orosz vezetés koherenciája, azt Ukrajna minden bizonnyal ki tudja majd használni. De itt a fronton azonnali változás nem lesz. És ennek a gyengülésnek vannak jelei már, vagy ez csak egy feltételezés, hogy ez így lesz? Egyelőre feltételezés. Tényleg, tehát ugye a harmadik munkanap telt el a puccs óta. És az orosz rendszerben, ha valaki meg is gyengül, tehát hogyha valaki veszít a trónok harcában, azt nem azonnal váltják le. Ha Putyin most leváltaná Sojgut, aztán lehet, hogy holnap bejelenti, tehát hogy vannak a mintázatból kilógó lépések, de általában, ha valaki nagyot hibázik, azt nem azonnal váltják le, hanem egy picit később. 3-6 hónap múlva, 9 hónap múlva, csak mint közben kifakul a nyilvánosságból, valaki más elkezd helyette nyilatkozni, és akkor eljön a pillanat, amikor ajlott korára és megnyilatott egészségi állapotáról tekintettel, érdemi elismerése mellett, gyere. Tehát általában később szokott váltás lenni. Mint ahogy ez Szurovikinnel is például előfordult. Igen, ez Szurovikinnel is megtörtént már. Ugye az, hogy most Szurovikin szerepe, az hogyan fog alakulni, ugye nem tudjuk, hogy a puccsban milyen szerepet játszott, hogy ő ugratta be Prigozsint, vagy ő eredetileg szimpatizált Prigozsinnal, csak aztán lefüleltek, és ezért kellett megcsinálni ezt a határolódó videót. Ezt most még nem tudjuk. Ha az első verzió van, tehát hogy Szurovikin aktív szerepet játszott abban, hogy Prigozsin elkezdje ezt az őrültséget, tehát hogy Szurovikin szerepet játszott abban, hogy csapdába csalja Prigozsint, akkor lehet a Szurovikin csillaga felfele ívelni. Tehát ha tényleg lecserélné Putyin a vezérkari főnököt, ami egyébként életkori okokból sem volna teljesen indokolatlan, Szurovikin egyébként egy esélyes jelölt volna Gerasimov helyére. De most még nem látjuk, hogy ilyesmi történne. Pletykák vannak, de az orosz vezetés az mindig tele van pletykákkal. Ez magában nem lehet erre alapozni. Kire vagy mire kell figyelni ahhoz, hogy jól lássuk, vagy értelmezni tudjuk a mozgásokat, illetve azt, hogy milyen változás lesz? Prigozsinra már nem. Tehát az, hogy az ő sorsa pontosan hogyan alakul, ez az orosz eliten belüli hatalmi viszonyok szempontjából mostanában már mindegy. Olyan szempontból ez talán előny is, hogy Prigozsin annyira hangos és annyira látható volt, hogy elterelte a figyelmet nálánál sokkal fontosabb és egyébként erősebb figurákról. Tehát így, hogy közeledik az orosz elnökválasztáshoz, nagyjából 9 hónap van hátra, így most már sokkal korábban kellett volna ezt elkezdeni, de most, hogy a Prigozsin féle zaj, ez megszűnik, így jobban oda lehet majd figyelni azokra meghatározó játékosokra, amelyek potenciálisan komoly szerepe lesz. Mondok néhány ilyet, ugye Misusztyin a miniszterelnök, a
Nikolaj Patrushev, ugye a Nemzetbiztonsági Tanács főtitkárának a fia, ugye Kis Patrushev, aki most mezőgazdasági miniszter. Ugye van Putyinnak egy Jurij Kovalchuk nevű tanácsadója, akinek semmilyen formális pozíció nincsen, de egy nagyon befolyásos figura. Figyelni kell a tulai kormányzóra, Gyuminra, figyelni kell a moszkvai főpolgármesterre, Szabjenyénra, meg még néhány Kiri Szergej Kirijenkóra, ugye volt Rosszatom főnökre. Tehát, hogy meg kell, most jobban oda kell figyelni majd, hogy ezek a mozgások hogyan változnak, így, hogy Prigozsin most már nem zavar be a képbe, így ez könnyebb lesz. Ha nekem korlátlan mennyiség erőforrásom lenne, akkor holnap kezdeném el feltérképezni, hogy kik a Misusztyinhoz közel álló emberek, ők mit gondolnak a külpolitika, biztonságpolitika, akárminek a szempontjairól, mi a helyzet a Szabjenyinhoz közel álló emberekkel, a Kis Patrushevhoz közel álló embereket, egy ilyen rendes elit feltérképezést csinálni. Vannak országok, ahol ez megvan, azt hiszem, hogy nálunk még ezt lehetne fejleszteni a tudást, de mindig ez tényleg erőforrás igényes dolog. Tehát ez nem olyasmi, mint egy hétvége alatt az ember Wikipédiáról összecsap, hanem ezt nagyon szisztematikusan fel kell építeni, vagy hát fel kellene építeni. Én természetesen őszintén remélem, hogy a tudás ez rendelkezésre áll már, és itt minden redundáns, amit elmondok, de tartok tőle, hogy nem. Hogyan kell értelmezni Kínának a egyébként elég késői reakcióját a helyzetre, meg Indiának a reakcióját, de talán ebből a szempontból Kína fontosabb, vagy majd megmondod? Kivárnak, kivártak. Ennyi? Szerintem igen. Tehát itt ugye voltak vezetők, akik azonnal hűségesküdtettek. Putyinnak például Lukasenko, hogy azonnal hűségesküdtett. Kína nem. Kína nagyon későn mondott bármit. Tehát nyilván Kínának sem lett volna érdeke egy Prigozsin győzelem, de ugye, hogyha azonnal hűségesküdtesz, hogy már pedig akkor mi Putyin hatalma maradását szeretnénk, akkor az egy kicsit túl magas a pozíciálnál Putyint. Tehát itt a kínai kivárás az szerintem jelen. És jelent ez további lojalitást Putyinhoz, vagy azt nem tudjuk még pontosan? Hogy hát miért? Ugyanaz a viszony fog folytatódni, mint eddig. Tehát, hogy Kína egyetemek Kína a domináns fél ebben a viszonyban, ez nem fog változni. Tehát Oroszország egyre inkább kiszolgáltatottá válik Kínával szemben, mert ugye a nyugati alternatívákat már elveszíti. Igen, az a kérdés, hogy ezzel a szombati akcióval még kiszolgáltatottabb lesz-e Kínának, több dologban függ-e majd Kínától, vagy ez változatlan? Ez annak a függvénye, az eliten belüli mozgások hogyan alakulnak. Ezt most mekkora megmondani. De érdemes majd rá visszatérni. Igen, persze, persze. Tehát most kell elkezdeni komolyan figyelni az orosz eliten belüli mozgásokat. Erre. Putyin a szombati első megszólalásában, vagy a másodikban 1917-hez hasonlította a helyzetet, és úgy tűnik, hogy van, aki meg inkább az 1604-1613-as időszakhoz, a Smutához hasonlítja, vagy hozza párhuzamban ezt a szituációt. Te mit gondolsz? Smuta akkor lett volna, ha Prigozsin győz. Vagy ha eljut Moszkváig, itt bemasírozik a Kremlbe, de aztán nyilván kipucolják őt onnan, utcai harcok Moszkvában, ilyesmik, na azért rendez Smuta. Te máskor már említetted Smutát, viszont biztos jó lenne, ha elmondanád néhány mondatban, hogy mit jelent. Ugye ez az időszak, amikor ugye a Rurikovics dinasztia kihal, akkor van egy kb. 30 éves időszak, amikor nem teljesen egyértelmű, vagy belső harcok zajlanak, hogy akkor ki örökölje meg, kinek a kezére kerüljön a cári trón. Ugye szoktak ezen ironizálni, hogy a Smuta időszakra mindent elmond, hogy volt egy második Al Dimitri nevű szereplő, aki Rurikovics leszármazottnak hazudta magát, és ugye önmagában ez, hogy már Al Dimitriből is legalább kettő van, ez mutatta, hogy mekkora káosz volt. Igazából itt amikor Putyin 1917-ről beszélt, nekem borzasztó ijesztő volt. Tehát amikor egy pucskísérlet zajlik éppen, akkor az ország egyes számú vezetőjétől én állampolgárként nem azt várnám, hogy 100 évvel ezelőtti történelmi analógiákat hozza, hanem mondja meg, hogy mit tegyünk, mit ne tegyünk, mi lesz, hogyan lesz, a történelmen majd foglalkozzanak ennek az a dolga. Putyinban ez változik a kommunikációjában, egyre többször beszél ilyen nagyon-nagyon nagy történelmi ívekben, geopolitikáról, ilyen nagy világmegfejtéseket mond. Most, ha egy 71 éves elnök ténylegesen operatív cselekvés helyett világmegfejtésekkel beszél, annak én nem biztos, hogy orosz állampolgárként annyira örülnek. És ugye az látszott a szombati válság során, most Lukasenkótól is tudjuk, Prigozsintól is tudjuk, jó, hát igaz vagy nem, de újságírók is már elkezdik kiásni, hogy Putyin órákon keresztül elérhetetlen volt.
Tehát, hogy döntésképtelen volt, vagy gyáva, vagy mindkettő, de hogy egyszerűen nem lehetett elérni, és ugye nélkül meg egy csomó kérdésben nem lehetett döntést hozni. Tehát Putyin a határozott, mindig mindent kézben tartó vezető imázsa, szerintem most szombaton véget ért. Annál is inkább, hogy össze-vissza beszélt. Tehát, hogy szombat reggel volt ez a látványosan nagyon morcos arc, fekete nyakkendő, hát a kékes-kékes nyakkendőket volt fehér ingel, de most fehér ingel, fekete nyakkendő, hátba döfik Oroszországot, meg kell büntetni az endülőket. Ugye, tehát ilyen nagyon határozott fellépést ígért, aztán ez a határozott fellépés látványosan nem valósult meg szombat reggel. Szombat este Putyin nem beszél, elérhetetlen, nem tudjuk, hogy hol van. Az elnöki szóvivő Peszkov jelenti be ezt a megegyezést, hogy hát akkor mégsem árulók, mégsem lesz felelősségre vonás. A legfontosabb, hogy itt a további eszkalációt megakadályozni, tehát szombat este van egy ilyen békülékeny beszéd. Hétfő este megint Putyin beszél, megint felelősségre vonással fenyeget, és tehát ilyen, gyakorlatilag naponta változik az elnök álláspontja arról, hogy akkor milyen sorsra jussanak a lázadók. Na most ez nem egy koherens elnök image. Egy helyzetet kézben tartó elnök az nem változtatja az álláspontját ennyire fontos kérdésben, viszont 4 órákon belül. Hát és eléggé instabillá teszi az országot is, és egyébként még az utolsó kérdésem most hozzád, hogy ez az instabilitás, ami most van Oroszországban, ez átterjedhet-e az egész térségre Örményországtól Fehér Oroszországig? Valami, tehát az fontos tisztázni, hogy nincs instabilitás. Tehát az orosz politikai rendszer, a politikai vertikum funkcionalitása, az erőszakszervezetek kontrollja, ez megvan továbbra is. Tehát ha a Prigozsin lázadás elhúzódott volna, ha napokig, hetekig tart Moszkvában utcai harcokkal, meg ilyesmi, abból lehetett volna instabilitás, de itt ez nagyon gyorsan véget ért. Tehát funkcionalitás szempontjából a rendszer stabil. Ha az ellenzék elkezdene tüntetni, most mondok valamit, Tomszkban, akkor épp úgy levernék őket, mint egy 7 ezelőtt is leverték volna őket. Tehát ilyen típusú destabilizálódás egyőre nem látszik, a regionális elitek hűségesek, tehát itt most tényleg ilyen klasszikus trónok harca fog zajlani, tehát eliten belüli küzdelmek. De ettől még, hogyha Westeros egésze, tehát hogy a birodalom egésze, az továbbra is úgy pont olyan stabil, mint egy héttel ezelőtt volt, nincs szeparatizmus veszély, nem fog elszakadni Csecsenföld, semmi ilyesmi nem lesz. Azt, hogy az eliten belüli küzdelmek hogyan alakulnak, ez majd inkább azt fogja befolyásolni, hogy Oroszország posztszovjet térségbeli befolyása hogyan alakul. És mondok példát, ha mondjuk Alisher Usmanov, az üzbék származású oligarha, tényleg az egyik leggazdagabb oligarha, ha Usmanov jelentősen meggyengülne, akkor valószínűleg az orosz befolyás is gyengül Közép-Ázsiában. Ha Usmanov megerősödik, akkor az orosz-üzbék kapcsolatok is szorosabbá válnak majd, mert neki megerősödő orosz oligarchaként lesz arra erőforrás, hogy Üzbegisztánt is jobban kézben tartsa. Tehát az eliten belüli küzdelmek poszt-szovjet térségen belüli orosz befolyásra fognak hatni, de itt ilyen állami szintű destabilizáció egy ilyen nem látszik, hogy jönne. Minden ilyen autoritár rendszer a stabilitásra van optimalizálva. Tehát, hogyha valami történik az egyes számú vezetővel, mert öreg, vagy más országban rettentően el van hízva, megint más országban megüti a guta, akkor is ezek az autoritár rendszerek ezek úgy vannak felépítve, hogy mindenképpen stabil maradjon a rendszer. Amikor Üzbegisztánban ugye meghal Iszlám Karimov, vagy meghalt Iszlám Karimov elnök, aki ilyen igazi rendes keleti despota volt, nem komplett elmebeteg, mint a türkmén elnök, a türkmén basi, de azért egy elég súlyos figura. Ugye amikor Iszlám Karimov meghalt, 3 napig nem lehetett tudni, mi lesz, összeültek az üzbég elitek, és tényleg, mint a pápa választás, így a végén közölték, hogy na, akkor ki lesz az új elnök. Az ország, mindent az eliteknek is érdeke volt, hogy az ország ne destabilizálódjon. Ha itt Putyinnal valami történne, akkor alkotmányosan belép Mishusztyin ügyvezető elnökként, és aztán az elitek meg lezongorázzák, hogy a 90 napon belül megtartandó elnök választáson majd kinyerjen. De itt olyan fajta destabilizálódás, ami az a rendszer az ország szétesésével járna, nem látszik, hogy ilyen veszélyben. Azt mondtad néhány kérdésemre, hogy ez most még 3 nap után nem látszik. Mi az, amit, szóval szerinted mennyi idő múlva látszanak azok a dolgok, amire most ezt mondtad, hogy még nem látszik? 4-6 hét. 4-6 hét. Tehát egy másfél hónap, ha nem történik addig valami újabb váratlan válság. Nyár közepére ez már látszani fog.
Akkor lehet, hogy visszatérünk majd még erre. András, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket az információkat, és hát most úgy tervezzük, hogy nyári szünet következik, és ősszel folytatjuk, de ezek szerint majd ki tudja, meglátjuk. És még valami, ami fontos nekem, vagy nekünk, ezeket a szalonokat magánszemélyként szervezem évek óta, a COVID hozott az online térbe, és akkor döntöttem úgy, hogy egyfelől kinyitjuk a szalont, vagyis, hogy a meghívottakon kívül bárki megnézheti az online közvetítést. Másfelől, hogy az estéket a Hősök Tere Alapítvány javára szervezem, melynek társalapítója, a kuratórium elnöke vagyok. És ezért is kérlek arra titeket, hogy a lehetőségeitekhez mérten támogassátok a Hősök Tere Alapítványt. Minden fontos információt megtaláltok a weboldalunkon, a hősöktere.org-on. Rátok is szükségünk van ahhoz, hogy folytassuk az iskolai programjainkat is, hogy segítsük a kiégett, frusztrált pedagógusokat. Köszönöm, hogy velünk vagytok, és jó éjszakát kívánok!